2021-ben 200 millió forint támogatást nyert Hajdúszoboszlóváros önkormányzata a TOP pályázati program keretében a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére. A sikeres pályázatnak köszönhetően összesen 3842 folyóméteren a nyugati sor egy részén, a Bárány utcán és a Szík utcán kezdődhet meg az építkezés, valamint a sósvíztározó vezérárok kotrását is elvégezteti 2179 folyóméteren az önkormányzat. Az utcákban az előkészítési eljárások hosszú folyamatát követően idén május 19-én átadták a munkaterületeket a közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezőinek. Újabb jelentős állomáshoz érkezett Hajdúszoboszló csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése. Egy nyertes TOP pályázatnak köszönhetően szeptember végére megújulnak, illetve megépülnek a vízelvezetők több olyan utcában, ahol a sok vagy a hirtelen lezúduló csapadék súlyos gondokat okozhat. Azt hadd mondjam, hogy nagyon örülök, hogy végre eljutottunk idáig, hiszen ez egy 2021-ben megnyert pályázatunk. Ilyenkor mindig elkeseredek, hogy a tervezéstől 3 évnek, a döntéstől, a pályázati sikeres döntéstől 2 évnek kell ahhoz eltelni, hogy végre kijöjjünk a munkaterületre, és itt a kivitelezőnek át tudjuk adni. Tehát rendkívül bürokratikus még mindig ezeknek a pályázatoknak a működése, az elbírálása. Majdnem egy 1,5 évet vártunk csak a közbeszerzési eredmény hirdetésre. A fáradtság és az öröm van egyben, hogy na végre itt vagyunk és elkezdődnek a munkálatok, és hát remélem, hogy a későbbiekben a többi projekt is most már eljut abba a fázisába, hiszen sok nyertes projektje van Hajdúszoboszló városának, többek között ez is egy nagyon fontos, hogy a belvízelvezetésre 200 millió forintot nyertünk, és ezeken az utcákon végre a kivitelezés megtörténjen. Mindenki látja, hogy milyen hektikus az időjárás, hogy időnként abszolút szárazság van, minden kiéget a napsütés és a csapadékhiány, van amikor, mint most májusban pedig, hogy folyamatosan esik az eső. Tehát erre föl kell készülni, és mi készülünk is, és örülünk, hogy végre ez a nyertes pályázatunk most a megvalósítás szakaszába kerül. A későbbiekben nyilván a többit is szeretnénk gyorsítani, az útépítéseket, amelyekre nyertünk pályázatot, vagy az élhető település kategóriában, és nem akarom felsorolni újra az összes nyertes pályázatunkat, hiszen én azt gondolom, hogy az elmúlt években Hajdúszoboszló városa, önkormányzata kiváló pályázati eredményeket ért el, de sajnos rendkívül sok időre van szükség az előkészítő fázisban. A nyugati sor az egyik szélső utca, melynek egyik oldalában lakóházak vannak, a túloldalon egy része iparterület, valamint beépítetlen rész. Ez a forgalmas, a Nádudvari és a Dózsa-György utcákat összekötő utca több szempontból évek óta fejlesztésre vár, melynek egyike a csapadékvízelvezetés. Elsőként itt adta át az önkormányzat a munkaterületet, megkezdődhet a kivitelezés. Az iparterületről lefolyó összegyűjtött csapadékvíznek az elvezetését fogja biztosítani ez a megépülő új csatorna, illetve rekonstrukcióval felújított csatorna. Gyakorlatilag egy közel 400 méteres szakaszon betonburkolatot kap a mederfenék, és ez fogja biztosítani a gyors, intenzív levezetést. Nem körülményes a megoldás. A lakosságot egyrészt kiértesítettük arról, hogy itt megkezdődnek a munkálatok, és lehetőség szerint úgy fogjuk elvégezni, hogy a közforgalmat ne akadályozzuk, és éppen ezért a csatorna belső oldalán próbáljuk meg a szükséges munkákat folytatni. Ez a helyszín már a Bárány utcának a Dózsa-György utca felüli szakasza. A terveket megtekintve az önkormányzati vezetők, szakemberek és a kivitelező egyeztették, hogyan is valósul meg itt a fejlesztés, hova folyik el, milyen módon az utca árkaiból a beruházás megvalósulásával a csapadékvíz. Zárt és nyílt csapadékcsatorna lesz. A Dózsa-György út felüli szakasz az nyílt, a Zugtól pedig a befogadóig zárt csapadékcsatorna lesz Patka folyókával. A Dózsa-György felé végén mind a két oldalt, a nyílt épül meg, a Zugtól a befogadóig zárt csapadék lesz az egyik oldalt, a másik oldalt pedig a végig Patka folyóka épül. A Bárány utcán a nyílt árok 667, a zárt rendszer 227 méteren fog elkészülni, a kapu bejáróknál pedig áteresek. Az utca vízelvezetéséhez a befogadó Hajdú utcai zárt vezeték felújítása is szükségessé válik önkormányzati önerőből 70 méter hosszon.
Egy része zárt a csatorna rendszernek, egy része pedig nyitott beton fenékkel, azért, hogy a vizet egyébként, az itt lévő vizet a mikroklímában helyben lehessen tartani. Ez a új irány tulajdonképpen. 2010-ben, mint elhangzott, volt itt egy nagy belvíz, ami elöntött a házak udvarait is. Ha ez a beruházás megvalósul, akkor garantált lesz, hogy megoldódik a probléma hosszú távra, akár nagyobb csapadék esetén is. Természetesen így van tervezve, és a kivitelezés során is erre kiemelt figyelmet fogunk fordítani. A Szék utca a harmadik csapadékvízelvezetéssel érintett terület a nyertes projekt keretében. A szépen zöldített utcában nem lesz könnyű dolga a kivitelezőnek. A munka műszaki tartalma, hogy 355 folyóméter hosszon az utca mindkét oldalában nyíltárkot, illetve a kapubejáróknál átereszeket építsünk ki. Ez egy belvízes terület, milyen méretű árok szükséges, nem széles az utca, viszont csak a növényzet? Az árok az egy 40 cm folyásfenékkel készül, a folyásfenék az betonból lesz elkészítve, és egy-egyes föld rézsűvel jobb és bal oldalán. Megpróbáljuk a lehetetlent úgymond, és a meglévő fákat, növényeket, bokrokat a lehetőleg kíméletesebb módon kikerülni. A város nyugati részén találhatók ezek az utcák, amelyek veszélyeztetettek egy jelentős mennyiségű csapadék lehullása esetén. A 4-es számú választókerület önkormányzati képviselője számára már képviselővé válása előtt ismert volt a probléma. Szintén személyesen eljött a munkaterületek átadására. Nagyon nagy örömünkre szolgál nekem is személy szerint, mint a 4-es körzet képviselőnek, hogy végre sikerült átadni a munkaterületet. Ez egy, hát mondjuk úgy, hogy elég hosszas eljárás volt és procedúra, jogi, műszaki, közbeszerzési és projekt eljárási problémák miatt mostanra sikerült, tehát 2023 májusára ezt a 21-es pályázatnak a megvalósítását megkezdeni. Szerencsére a műszaki tartalom megvalósítása viszonylag műszakilag egyszerűnek tűnik, legalábbis a kivitelezők elmondása szerint, így nem veszélyezteti egyelőre semmi, hogy a szeptember 30-ai befejezési határidőre elkészüljenek ennek a beruházásoknak a megvalósítása. A vezérárok kotrását leszámítva a 4-es körzetben zajlanak ezek a fejlesztések, és összességében közel 1800 folyóméter csapadékvízelvezető vagy belvízelvezető árok megépítésére vagy megújítására kerül sor, részben mederelemmel, részben zárt rendszerrel, részben pedig fenékbetonnal vagy szikkasztóval, de meg fog újulni. Ugye a Bárány utcán, a nyugati sor egy részén, a Szík utca, szintén mindkét oldalán is a Hajdú utca egy részén a csapadékvizelvezető rendszer, aminek két okból is nagyon örülök. Az egyik az az, hogy ugye ez hagyományosan, ez a városnak, ez a nyugati része hagyományosan egy belvizesebb terület volt mindig is, és itt az utóbbi időkben havária szintű esőzések következtek be. Legutóbb például novemberben volt egy olyan nagy esőzés, ahol a nyugati sor ki is öntött, de a Bárány utcán vagy a Szik utcán is elég kritikus volt, sőt sajnos még több a körzet több utcáján is, de jelenleg ugye a legkritikusabb pontokat tudtuk ebbe a fejlesztésbe bevonni. Tehát ennek a műszakindokoltsága nem kérdés. Már 2019-ben, mielőtt én elindultam képviselőként ebben a körzetben, ott is mind a Bárány utcán, mind a Szik utcán, de a nyugati sorban, és az egyik legtöbbször emlegetett probléma pont ez volt. A globális felmelegedés mindinkább kihat az időjárásra, s noha az aszályok időszakát éljük, az idei tavasz igen sok, akár egyszerre lezúduló nagyobb mennyiségű csapadékot hozott a városnak ezen a részeire is. Amikor leesik, akkor sokszor egy havi mennyiséget is kapunk, és az bizony meg tudja nehezíteni itt a mindennapjét az itt élőknek. Meggyőződésünk, hogy attól még, hogy itt most a város peremkerületében vagyunk, vagy úgymond perifériáján, itt is ugyanolyan teljes érték a Hajdúszoboszlói lakosok laknak, mint a fürdővezetben. Ráadásul ez úgymond az ős Szoboszló, ahol most vagyunk, tehát ugye a városnak az egyik legrégebbi része, ugye a hajduk ősei élnek itt többségében, és egy gyönyörű
parkosított, fásított utcák vannak itt, úgyhogy reméljük ezzel a beruházással az ő mindennapjaikon is tudunk egy kicsit segíteni, és be tudjuk váltani azt az ígéretet, hogy a négyes körzet is többet érdemel, mint amit a korábbi időszakban kapott. Korábban már beszéltük arról, hogy több beruházásunk is van folyamatban, több nyertes pályázatunk van. Ide tudom mondani a nyugati sornak a teljes út burkolatának, pályaszerkezetének megerősítését. Már a befejezés előtt áll a Mező utcának egy szakaszának az aszfaltozása. Hamarosan kezdődik majd a Lurko óvodának, a város legrégebb óvodájának a komplex felújítása. És hát a legnagyobb hiányunk, és ezt kifogást nem is mondok, és nem is fogadunk el, az a Balcsi Dózsa Dárudvari balesetveszélyes csomópontnak a megoldása. Ebben is megtettük az első lépéseket, viszont itt ezt is megérhetjük a lakosságnak, és polgármester úrtól is ígéretet kaptam rá, hogy ezt is a kellő erőből is meg fogjuk valósítani.